Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornán, komikozzá nem mással várunk benneteket, mint a Juliska mama, azaz a Bossi és Aranyos kis cicája című sorozatunk következő epizódjával, a 9. epizóddal, itt van el Matilda. Hey. És a képen jön egy bátorka, akit elfelejtettem az előző alkalommal bemutatni. Na, előző adásunkban befejeztünk egy szobát, és akkor illetve egy háznak a felújítását, és megint 8 munkám van. No. Üldözszoba és műhely. Volt valami érdekes, Danuka. Menj vissza. Igen, megnéztem én is, majd idővel nem olyan sürgős. Na jó. A nagymama, aki éveken át velünk lakott, sajnos nemrég elment, a szobája hónapok óta üresen áll, ezért elhatároztuk a férjemmel, hogy átalakítjuk. A férjem egy külön szobát szeretne a szerszámainak, én pedig egy másik fürdőszobára vágyom, mert habár nem kicsi a házunk, csak egy fürdő van benne. Ezt a szövegesítést nem teljesen értem. A gyerekeink lassan felnőnek, és reggelente elfoglalják a fürdőszobát. Ja! Kérem, dobjon ki minden fölösleges dolgot a nagymama szobájából, építsen egy falat, ami kezdje osztja a helységet. A már meglévő fürdőszoba pont a nagymama szobája fölött van, szóval nem lehet gond az új fürdő felszerelésével. És azt szeretném, hogy elegáns és praktikus legyen, világos szempét válasszon, és borítsa be végig a falat. Tehát, jó. Ez egy adás, másfél adásnyi munka, így viszont már lehet, hogy kettő. Na nézzük. Jó, lépcsőházban semmi feladatunk nincs. Jó, úgy látom, itt sincs feladatunk. Itt a garázs. Két kocsival. Nem csak a nagyinál lesz feladat. Jó. Na és ez az első szoba. Ja, hogy ide a ablakot kell építeni, jó. És akkor azt mondta, hogy ez a nagy is szobarész. Na nézzük, mik kell eltávolítani. Innen kell eltávolítani a dolgokat. Eladósodás. Na, keressünk, hogy mi micsoda. Hát ezt pont nem kellett volna eltávolítani, azt hiszem. Ebből nem tudom, hogy mit kell eltávolítani, csak úgy jelzem. Hát nem a pirosság jelölt. Az ebédlőasztal az megvan. Ja, hogy még van egy lista, akkor szerintem lent vannak ezek a dolgok. Mindegy, akkor mindent eldobunk. Akkor szerintem itt mindent el kell innen távolítani szegénynek. Az szép. Jó, még van fotó. Jó, sok helyen nyert mondjuk. És még valami anyós nyelv cserében. Te vagy az. Úgy látom, az óra az nem. Nem megy el. Na akkor. Ja, hosszan nyomni. Jó lassú.
Na nézzük, milyen képesség van. Építéshez. 50%-a gyorsabban építhetünk, évítési távolság növelése 1 méterre, vagy 3 fal építhető egyszerre. Szerintem 50%-kal legyünk gyorsabbak, nem? Mind a 3 fal az igazából 300%-kal növelni magam. Jó, akkor legyen az. Csak az a baj, hogy mint a festésnél lehet, hogy ugyanúgy fog működni. Lehet. Gyorsabb munkák. Igazából luxusnak számító, de... Nos, most arra kéne lenni, hogy működik ez a 3 falat egyszerre. Szerintem az csak a festés része. Látod? Hát a... Jó? Főművelésnek... Nem kell több fal. De érdekesen van megoldva. Na, akkor. Ja, várjál. Első körben a kupakokat le kell szedegetni. Na, pedig ez ráklikkeltem, illetve nyomtam már a betűket. Oké, az úgy rendben van. Mit csinálsz te, Danuka? Jó, most látom, hogy készen vagyunk, akkor viszont most jöjjön a feladatok. Meg kell találni, hogy hova kell raknunk a mosógépet. Szerintem oda. Ezt nézd meg, milyen hosszadalmas lesz ez a mosógép. Hát valóságban is ezt tapasztaltam. Hát, hogy le kell csavarni, és a mosódobod, neked kell bedobni. Hát be kellett szerelni a mosógépet. Hát jó, de magát a mosódobot nem te rakod bele, nem? Ha azt kéne még. Hát most a Juriska mamának ez kell. Látod? Mm. És most visszacsavarni. Kávét hozok következő adásra. Most berakjuk az összes. Ja, téged még becsavarni. Most berakni a meleg vizet, vagy nem tudom milyen vizet. A másképp mire van? Az ja, meg a visszamenő víz. Ja. Oké, egy megvan. Jön most akkor a következő, az egy kád. Hát legyen ez a olcsó, egyszerű. Szerintem. Oda kell szerintem. Oda kell? Hm? Napon kettőig. Na, ilyen sem volt még, hogy kádat szereltünk. Jézus Krisztus. Ugye, rácsavarsz. Izgalmatos procedúra. Főleg, ha jó helyre klikkelsz. Ne! Hallod? Vízműveket ne szereljük még meg. Ez az. A csapok...
az esztétikusabb kinézetért. És már csak be kell tolnunk a fedést. Jó, ez is megvan. Fürdőszoba, vagy a WC. WC. Kapjanak egy ilyet. Adj oda. Ez most jó ide. Jól rádobtuk első körben. A fedelét rádobjuk. Azt a hátsó részét. És az jó. Ide jön a zuhanyzó. Pesztes. Te tudni. Kapjanak egy egyszerűbbet. Sarok. Az a jó. Kicsit lebeg, de jó az. Azért, mert nekem kell azt is lehelyeznem. Annyi van. Dobd oda. Magát az ajtót is. Azt felerakni. Beleilleszteni a simbe, és kész. És már csak egy mosdó köl ide. Ó, Istenem. Hát ja. Nem lesz ez nagy. Nem. Pont. Pont pacekra befér. Told be. Rakd rá a csavart. Alátéttel. Hogyan készül Danukával? Ja. Komolyan mondom, ebből a játékból fogok megtanulni. Mit csinálsz? Sorrend az fordítva volt. Illetve kicsit mellé ment a nyomás. Hát. Szerintem kell elfordítani a nyomást? Igen, ugye megoldjuk. Jó, ez ő kalapácsot. Menj egy szével. Csak így tudom megoldani. Most már engedett a korítás. Csak így tudtam megoldani. Kezdhetem előre. De nem kell visszarakni egyébként a mosdóban. Na, ez volt az előbb. Tudom. Könnyebb. Meg nem, nem elbaszóbb. Ne csavard el a nyomás. Ezt csinál... Ne! A jó édes anyukádat, te rohadék! De most nem, nincs az a hang. Akkor nem értem, hogy az az imént miért volt. Mert szerintem nagyobb nyomás volt. Látod? Csak mi a gondolom. Jó, szuper. Hú. Na kell még nekem egy WC papírtartó. Nem pusztítanunk festeni. Egy körszőnyeg. Mondjuk ez egy jó kérdés, hogy hova kell. Szerintem a zuhanyzó. Rakjuk ide kész középre. És kész a munka? Nem, még ja, valahol van egy kis feladatunk. Emeletem volt, azt hiszem, nem? Nem, valami csempézésről beszél. Itt meg jól csempézem. Ugye egy körbe járjuk a háznak a... Jaj, de szép gyerekszoba.
raktár. Semmi. Akkor lent van valami. Ja, azt mondom, a másik szobában kell csinálni, tudom, szép választottam. Garázs rendben van. Aha, igen, itt kell elhelyezgetnem dolgokat. Na nézzük. Ja, itt írta volna. Na mindegy. Anyád! De nem a székkel kéne kezdeni. Mindegy, hogy hova rakod a többit. Nem? Te csak... Jó van. Jaj. Egymás mellett a kettő, az tökéletes, és akkor még egy íróasztal köl. Pont odafér? Nem. Hát, rendben van. Na, akkor fejezzük be. Nem volt olyan kevés munka, nem volt olyan sok munka, mint amennyire számítottam, tehát fél adás alatt befejeztük ezt. 12 perc alatt. Hát azért nem, 17. Na nézzük a következőt. Még egy munkát kaptunk. Ez egyébként egy bővítmény. Ja. Azért jelzi így. Na, néhány napja vettem egy házat, különlegesen kedvező áron. Az alacsony árnak két oka volt. Egyrészt holnapokon át senki sem akarta megvenni. És hát... Hivatalan vendég lakta, egy bizonyos úriemberről van szó, aki észrevétlenül beköltözött az épületbe, és napokig lakott benne, ameddig a rendőrség meg nem találta. Rengeteg kárt tett az ingatlanba, a padló, dobozok, újságpapírok szemét borítja. Mivel olyan személy vagyok, aki visszautasítja a ház jelenlegi állapotának látványát, szeretném megkérni, takarítsa ki a megvásárolt házat, hogy oldja meg az elektromos hálózattal kapcsolatos problémákat. Jó! Ez ilyen Juliska mamás dolog lesz nagyjából. Néhány lámpaizzó cserélés is szükséges lehet a munkák teljesítéséhez. Jókor mondod, játék! Jézusom! Hát ez érte már délőt, hogy sok. Úgyhogy azt mondjuk a játéknak, hogy nem szerettük a csókányokat, akkor ezek a munkák. Üveggel. Tehát, mintha egy üveg tört volna el, üvegszilánkok. Csókányok meg vannak. Ja, oké, köszönöm. Mozgatás. Azért ezt jobban szeretem, őszintén. Hát itt csak a tűnök. És ez még csak egy szoba, te? Hű. Hát ez volt a diákszálló is. Nézd meg a többi szobát.
Látom, ne aggódj. És elektromos gondok is lesznek. Nem baj, fejlődik közben a karakterünk az a... Azt azért emeljük ki. Jézusom, de koszos. Ki sem látsz. Még van valószínűleg, amit ki kell utatni. Egy elektromosság. Jó, majd megtaláljuk. Szerintem az van, hogy ő még ide tartozik. Igen. Jézusom, lábnyomokat is. Hát ez van, amikor egy hivatlan vendég költözik a házba. Ja. Na, ennyi. Jó, még valahol meg kell csinálni a takarítás. Látom ott, igen. Ja, itt van. Csak ezt miért kell ott jelölni a térképnek? Mert azt már megcsináltad akkor az a blokkosításnak. Azért sokkal jobban látható így. Hát, satisfying. Mondjuk azt nem értem, hogy miért nem bíreli föl az, aki eladja ezt. Miért nem ő bérelt föl minket? Az bérelt föl minket. Nem, aki megvásárolta, az vette. Az bérelt föl minket. Hát azért nem, mert ő nem, mert az nem az övé volt a ház. Úgyhogy beköltözött az utcára. Hát jó, de aki, valakinek ez ugye elvileg valakié volt ez a ház. Nem, senkié nem volt, egy random ember beköltözött. Az nem lehet, tehát egy háznak valahogyan törvényes jogon valakinek a nevén kell, hogy legyen. Az állam nevén is lehet a ház. Hát jó, de akkor meg a polgármester az, akinek a nevén van, érted? Igen, értem, de nem lakott itt senki. Hát igen, de akkor is a polgármesternek kéne felbérelnie engem, nem pedig de... annak, aki ugye megvásárolta. A polgármestert hol érdekli, nem ütlepi? Hát... Nem vette volna meg senki. Na, mi van, fiú? De látod, megvették. Hát akkor... Hát a polgármester ilyenekkel... paraszt volt. A polgármester ilyenekkel miért foglalkozna? Neki van luxus ház, neki nem van. Hát ne a magyar példából indulj ki. Gyanúk, ez mindenhol így működik, nem csak magyar. Hát azért azt nem hinném. De. Azért Hollandiában... Lehet, hogy nem hallunk róla, de szerintem nem így. Hát igen, az, hogy nem hallunk róla, az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Na, ez a szoba úgy érzem kész. Igen. És úgy néz ki. Na nézzük a következőt. Óhohohoho. Milyen kicsuk a kis fürdőszoba. Na, várjuk is rá magunkra. Nem azt akartam. Ó! Ja, hogy... Értem. Villanyt is meg kell szerelni. Igen. Nézzük, milyen pici a szoba, azt mennyi koszt van benne. Ja. Azért az fura, hogy a szobának a kellős közepébe helyezik a fürdőszobát. Tehát olyasmi, mint hogyha korábban, de olyan szinten korábban, hogy mondjuk a 19. században, vagy egy olyan 20-30 évvel ezelőtt ez a ház egy striptease bár lett volna. Középen van a fürdőszoba, ahol a csajszí akkor tájt ugye itt lépett föl, meg ilyesmi. És a többi helyen pedig ott lettek volna az ülő micsodák. Szerintem csak szimplán az volt, hogy ha centrálisan helyezed el a fürdőszobát, akkor könnyebben odaér.
Mint hogyha mondjuk a ház egyik végéből a másikba kéne állni. És itt most hol van szemét? Ja, a fürdő, a kád volt a szem, a fürdő micsoda volt, a zuhanyzó volt a szemét. Na most ne kapja meg ezt a nagyot. Csöntjük be, fér az oda. Hát, igen. Ez nem fér be. Jó, akkor mást kap. Kap egy ilyen egyszerűt. Megint egy másfajta összeszerelés. Mit kell? A keretet már. Ja igen, ráraktuk. Ezután el kell zárnunk. Most rakjuk rá az üveges részeket. És ajtó. Másik irányba is ugyanez. Szimmetria. Micsoda? Ja, hogy eddig mi csak oda raktuk így képzeletben, most rakjuk bele a sineket. Ne! És fönt is van egy ilyen. Itt a sorrenddel van egy kis gondom. Itt vártál ez egy játék. És most jönnek a fedőrészek. Na, tökéletes. Na, és innen folytatjuk, mert el kell köszönnünk tőletek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Hey.